Tudod mit? Életben tényleg kisebb vagyok. Nem baj, mert a fejed viszont iszonyú nagy. Minden sztárnak nagy feje van. Vanavajti a húsvét szigetekre illik. Milyen a guacamole? Jó. Nem túl folyós? Nem. Nem túl rágos? Kész fiesta. Megkóstolom, hogy tényleg jó. Nem! Hadd te éhezel, hogy beleférj a ruhádba a Grammy-re. Ne szúrd el. Igazad van. Már csak pár óra van hátra, nem halok bele. Karcsúbb lenne a derekem, ha kivetetnék pár bordát? Ó, de ennék egy marha hátszínt. Annyit mondok erre, kerge marha. Igazad van. Inkább megnyalok egy chipset. De most nem teszem vissza. Mást is megnyalogattál? Szeretnék enni egy szilvát. Kérlek, drágám, vasakaratom van. Nem lehetnék az, aki vagyok, ha nem lenne szerzetesi a fegyelmem. Ó, szalámi. Ne, ne, hé! Csak szagolgatom, míg fodrászolnak. Bett. A főszerepben Bette Midler, magyar hangja Szabó Éva. Borzasztó emberek. Dobd el! Csak kellett valami a kezembe. Szörnyűséges vagy. Itt a Harry Winston fülbe való? Készen vagy? Ó, de még hogy? Te jó ég! A hírnév és vagyon tényleg olyan jó, mint mondják. Mutatós, ugye? Volt filmem, ami kevesebbe került, mint ez. De nem túlzás ez? De nagyon is. Az jó, imádom a túlzást. Jó, csak ne szeresd meg nagyon, mert csak egy estére kértem kölcsön. A biztonsági őr visszaviszi a díjkiosztó után. Persze, csak ha el tud kapni. Nem, figyelj ide. El fogod veszíteni, mint a karkötődet. Akkor aztán majd elemlámpával keresgélhetem a ház alatt. De az jó volt, hogy találtunk mosómedvéket. Igen, kaptam egy veszettség elleni oltást. Mi az? Kani, olyan ragyogó a bőröd. Jaj, de édes vagy, nem fogod elhinni, de a mai napig a babakrém és egy hideg kendő a... Na! Fenébe, mint egy macska! Ha a múltkor ilyen gyors lettél volna, nem harap meg a mosómedve! Most már öltöz fel! Kani, mit gondolsz, mondjak viccet? Most? Nem, a díjátadáson. Nem, csak énekelned kell. Jó, de szellemesek az élceim. Mint? Tudod, mint az előbb, oda-oda mondogatunk, kicsit csipkelődünk. Csak énekelek. Jaj, Koni. Tudom. Jaj, Koni. Tudom. Örülök, hogy énekelek ma este, de bár jelöltek volna. Olyan szép lemezt csináltam, és nem vették. Jaj, szívem. Majd megveszik a halálod után. Lehet. Köpj ki. Köpj. Hogy is hívják a fodrászt? Inez. És hogy ejtjük? Inez. Köszi. Ez tök állat. Megnéztem a Grammy honlapot, és képzeld, azt írták Madonna, a U2 és a Destiny's Child is ott lesznek. És édesanyád is ott lesz. Tudom, attól még tök jó lesz. Poén ez a félfülbe való, illik hozzá. Köszi, drágám. Úristen. Úristen. Istenkém. Jaj. Atyám. Jaj. Mit csinálsz? Csak kipróbálok egy új frizurát. Eredeti. Köszönöm. Viszek Ineznek üdítő. Azt hittem Inez. Ájnez, és én vagyok a díva. Istenem, jaj, te ég! Atya ég! Jaj! Ha kallódó aprót keresel, várj, kimegyek. Ó, nem! Csak felrazom a párnákat, menj, öltözködj, hogy el ne késsünk. Connie, mióta ilyen sok munka elmenni egy ilyen rendezvényre a sok ruha, a fodrász és a fűző között? Végül még csak egy díjat se hozhatok haza. Tudod, drágám, mit mondanak? Már a jelölés önmagában nagy megtiszteltetés. De nem is jelöltek. És úgy viseled, mint egy hős katona. Ugye? Viszek Ineznek egy kis kaját, olyan éhes szegény. Várjunk, csak várjunk.
Engedj! Csak szeretném nézni, ahogy eszik! Jó, csak várj egy pillanat! Éppen csak, na... Végeztél? Igen. Remek. Drágám, gyere elő, gyere! Hová tűntél? Jaj, szívem, szólod meg! Hová tűntél? De jó, hogy még itt vagy! Nem hívott a nagyanyám véletlenül? Ha leütsz valakit, nem kérsz bocsánatot? Ja, de, bocs. Szóval, az elmúlt 3 órát a reptéren töltöttem, nyoma sem volt. Az én hibám nagyon jól el volt Angliában. De nekem fel kellett hívnom, hello, nagyi, itt Oscar. Eljössz Amerikába a Grammy kiosztóra? Nagymami, ez a gála nagymami? Na, ezen aztán jót nevettünk. Erre azt mondta, nem, inkább az Oscarra vigyél el, Oscar. Semmi nem elég jó neki. Nagyon szeretnék segíteni, de épp válsághelyzetben vagyok. De a te válságaidat megoldja fél literi krém és egy csippentél videó. Én egy embert veszítettem el. Ér 5,2 millió dollárt? A nagymamámról van szó, egy emberre nem lehet árcédulát ragasztani. De nem ér annyit. Körülbelül 160 centi, bármelyik irányból nézve. És nagyon csinos, mint Glenda Jackson és Peter Ustinov keveréke. Igen, igaza van, egyáltalán nem szép, tényleg. Adja a rajzolót, kérem, beszélek vele, jó? Ines, várjon! Elég volt! Ha nem bír egy helyben ülni, elmegyek és viszem a kincstincseimet. De az az én hajam. Már nem. Majd meglátja Lilkin fején. Elnézést, hogy ficcergek, de ma este énekelek a Grammy-n és kicsit izgulok. Maga énekes? Ne csinálja, pontosan tudja, ki vagyok. Egyelőre egy csomó film, amit nem láttam, és zene, amit nem hallottam. Ne mondja, a feketék imádnak engem. Ezt ki mondta? Bryant Gumbel. Jól van, maradok. De ajánlom, hogy nyugton üljön, mert hajsütővas van nálam, és megégetem. Kinyitom. Jó napot kívánok! Ha önök Jehova tanúi, nem érek rá, és más istent imádok. Jó napot! Ne, várj! Ő az én nagymamám! Bocsásson meg, jöjjenek be! Ő tényleg fényűző, nem igaz? Sokkal kisebb, mint képzeltem. Nagy, betegre aggódtam magam. Hol voltál? Hát, mókuskám, amikor nem találtalak meg a reptéren, befizettem egy filmsztárok házai város nézésre. És éppen itt tett le a busz. És a hölgy ki? Bernice. A buszról ismerem. Használhatom a mosdót? Arra van. Rángatni kell a lehúzót. Jaj, Nagyi, annyira örülök, hogy nincs semmi baj. Bemutatom Bettet. Örülök. Maga életben kisebb. Mi történt a hajával? Na és a maga hajával? Oscar, igazad volt? Tényleg elég csípős nyelve van. Menj csak! Angliában a csípős nyelve van szleng kifejezés a multitalentumra. Csak szeretnéd. Mindent rendben talált? Angeliennek bidéje is van. Milyen körút is volt ez? Érdekes. Jobb lett volna, ha megkínálnak tejával. Továbbítom a központnak. De, milyen nagyszerű ötlet! Te meg honnan kerültél elő? Fogadni mernék, hogy éhesek is. Nem, köszönöm, nem. Én elfogadnék egy szendvicset. Látod, éheznek a vendégek. Megígérted, hogy lejátszod azt a felvételt, amikor a próbán üvöltözik a zenekarra. Hát nem édes. Nem is kell cukor a tejájába. Mindenki menjen uzsonnázni, tessék! Csak vigyázva! Egy órával a fellépésem előtt marha sültes szendvicset készítek. De tormával ám! Hallottam, Bernice, az előző 3-at is. Na, kész vagyok, hogy nézek ki? Gyönyörű vagy. Tényleg? De mennyire, öltözz át. Miért? Mert ilyen ruhában nem mész ki a házból. Jenny, nyertél, nem mehetek bőnadrágban.
Jenny szerint kinézek 16-nak ebben a gatyában. Tényleg? Hadd beszéljek vele. Tégy meg valamit. Keresd meg a felső többi részét. Égesd el, majd öltöz fel. Angliában gondolom nincsenek ilyen gondok. Mindenki olyan dagad, hogy nem teszik ki a hasukat. Oscar, Bernice is velünk jöhet a díjkiosztóra. Nem tudom. Beth, esetleg el tudnád intézni? Sokan kérnek jegyet. Nem lehet csak úgy besétálni. A szerencsekerékbe is úgy mentem be. Jó, de csak hozhat a nagymamám egy barátnőt. Ó, van egy ötletem. Miért nem hívott fel a volt barátodat, aki Ricky Martin háttértáncosa? Ó, az egy édes fiú. Miért nem jársz vele? Ha már nem kell, küldje csak át hozzám. Bernice magát nem várja senki az otthonban? Mit gondol? Na kész, íme. Bernice, tessék, jó étvágyat. Na, milyen vékony szeletek. Nem túloztál, amikor azt mondtad, hogy szűkmarkú és garasoskodó. Amúgy kenyérre lehet kenni. Azt is kaphatna, de túl szűkmarkú vagyok. Connie, mit csinálsz te itt? Agyrázkódást kapok. Fogd már be a szádat. Beth, meg kell értened, hogy pozitív dolgokat is mondtam rólad. Igen, például? Hogy soha nem öltél embert. Hosszú még az este, Oscar. Connie, mi a fene van veled? Részeg vagy? Agyrázkódásom lehet. Folyton drámázol. Rég megbeszéltük, én híres vagyok, te nem. Na itt a dráma. Elvesztettem az egyik Harry Winston filmbe valót. Te jó ég, az rengeteg pénzbe kerül, óriási bajban vagy. Voltak éppen nem én felelek érte, neked kölcsönöztem, te vagy a híres. Negy kézlábra nagyik. Tarthatnánk egy kis szünetet? Szegény Nagyimnak fáj a háta. Nem is fáj. Jó, de az enyém fáj. Nem megyünk el innen, amíg nincs meg. Fel van dagadva a szemem? Nem tudom egyébként, hogy néz ki. Nem voltál más valahol? Gondolkodj, nem voltál a medencében? Nem voltam februárban. A jacuzziban sem voltál? Nem, miért kérdezel ilyeneket? Mert enyhe klórszagod van. Ez hihetetlen. A Barney's pincére azt mondta, hogy orgona illatú a parfümöm. Orgona, amit megáztattak uszod a vízben. Nézzenek oda! Mi az? Sok levelet kap elítéltektől. Tegye csak vissza! Csak én vagyok nekik. Ezt találtam a szekrényben. Ez mekkora? Hetes? Elkérném és felvenném egy esküvőre. Mit csinált a szekrényemben? Én csak kefét kerestem. Na, készen vagyok. Mi az ördög ez rajtad? Kéla adta kölcsön. Ez a Kéla egy ribanc. Menj és öltöz át! De az ő mamája hagyja. Lehet, hogy Kéla mamája készen áll, hogy nagymama legyen. De én nem. Menj fel és vegyél fel valami rendesebbet. Szívem, csináld még egyszer. Mutogass és rázd meg a karom. Miért? Csak nem lötyög a karomon a bőr. Nem, valami zörgött. Mi van a zsebedben? Csak amiből erőt meríthetek. Extázit szed! Ugyan már, Nagyi, ez csak csoki drazsé. A fülbe való! Hála Istennek! Milyen régi ez a hús? Biztos akkor esett bele a zsebedbe, amikor megöleltelek. Miss Marple megoldotta. Most, hogy megvan a fülbevaló, felmegyek és belepréselem magam a ruhába. Atya ég, látnod kéne, Connie. Fátyolosabb, mint a legutóbbi portréképem. És Pamela Dennis nekem adta. Nem mondott ilyet. Majd mondja, ha beleizzadok. Állati jó a hajam. Na jó, sok szerencsét. Remélem nyerdíjat. Á, még csak nem is. Köszönöm. Hová siet így? Hajvészhelyzet van. Jennifer Lopez haja cipzárba akadt. A máséba. Nos, hölgyek, mit szólnak? Elragadó. Egészen jó ez a matrac. Ne morzsáljon az ágyra, Bernice.
Na végre, hogy megtaláltalak, te rossz kislány. Biztos itt huncutkodtatok kettesben Bettel. Na gyere, csinálok neked egy teát, gyere. Nem kérek teát. Nem kérek teát. Mi az ördögöt csinálsz velem? Oszkár, kérlek, hagyd már békén. Nagyon aranyos volt. Remek történetei vannak, mint hogy az olasz turnémon a kutyáidat fényképezted a parókáimban. És amikor a Madison Square Gardenben lépett fel, és te azt mondtad... Nekem jobb történeteim vannak, mikor láttalak a sufniban, ahogy letolt bugyival csókolóztál a teljes emberrel. Ó, azt hiszem, eleget sztorizgattunk, Bett. Na, gyere, Bernice! Nincs ebben a szobában sehol egy biblia. Mindenki készen van? Frizura Agnes-től, fülbevaló Harry Winston-tól, ruha Pamela Dennis-től, és ezek a dínyértes darabok egy erős alultámasztástól. Köszönöm! Na, most már megismerem. Hogy ne igen, természetesen megértjük. Rendben, semmi baj. Neked nem baj. Mi az? Először is gyönyörű vagy. Jaj, ne. Ekkora baj van? A Backstreet Boys és az NSYNC összeáll egy szuper fiú együttesi a gálára. Most először fognak együtt énekelni. Ó, mi ebben a rossz? Hogy Beth helyett lépnek fel. Sajnálom, drágám. De várnak téged a sóra. És mit csináljak? Vezest el az elhunytott filmjét. Ez nagy visszalépés. Mi vagyok én, a kaszás? Nem megyek el. Ugyan, drágám, hiszen mind kiöltöztünk, és izgatottak vagyunk. Ó, Connie, így nincs értelme. Nem érzem jól magam. Gyere! Rose, édesem, nem szívesen hozok rossz hírt, de... Ezt hagynod kell, hogy felvegyem, mert te vetted nekem. A Grammy-vel kapcsolatban ő kicsim, de gyönyörű vagy. Köszi, mami, te is. Ez olyan jó lesz, ott lesz a Blink 182, és Macy Gray is ott lesz a Becktől, meg tutira kérek autogramot. Ejha, nagyon izgatott vagy miattam, még ugye? Jó, ez az első Grammy gálám, és neked biztos nem nagy dolog, mert már milliószor voltál, de nekem ez életem legizgibb estéje. Igen, tudom, milyen érzés. Emlékszem az első Grammy-mre. Lehet, hogy az volt az első Grammy. Az én felfedezettje voltál. Igen, a mami ugyanazt a díjat nyerte, mint Milli Vanilli. Ki? Nem érdekes. Tudod, mi volt akkor még új? Az első lemez, az első jelölés. Nem is tűnik olyan régmúltnak. Néha elfelejtem, milyen izgalmas ez az egész. Kezdtem azt hinni, nincs is miért elmenni. De azt hiszem, tévedtem. Alig várom már, hogy énekelj. Ó, minek várni? Do you wanna dance and hold my hand? Tell me you're my lover man. Oh baby, do you wanna dance? Do you, do you, do you, do you, do you wanna dance? Do you, do you, do you, do you, do you wanna dance? Connie, hozd a kocsit! Megyünk a gálára! Itt vagyunk Los Angelesben, a Staples Centernél a 43. Grammy-díj kiosztó előtt. És kik sétálnak még ma a vörös szőnyegen? Nézzük, ki van itt. Na hát, az isteni Miss M. Látom, több vendéggel érkezett. Hiszen tudja, kellenek a barátok. Ez egy régi dalom címe. Biztos sláger volt. Bemutat minket a kíséretének. Nos, ő az én gyönyörű lányom, Rose. Jó estét. A menedzserem, Connie Randolph. Nagyon örülök. Na hát, mit visel a fején? Ez csak egy kötés, kicsit feldobva. A zenei rendezőm Oscar Haywood, a nagymamája és barátnője Bernice. Hadd köszöntsem az egyház közösségemet. Hello, Cleveland tiszteletes! Köszönöm, hogy megálltak velünk beszélgetni. Csodálatosan néz ki. Köszönöm. Nagyon tetszik ez a félfülbe való divat. Mindenki négy kézlábra! Eddig nem láttam, de a vakuk fényében átlátszik ez a vékony anyag, és látni a... Te jó ég! Látni a szorító bugyimat? Connie, add ide a bugyidat!
Ha, 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 ha